Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket, és nagy örömömre szolgál, hogy itt köszöntetjük Budapesten egyetemünk és két másik társegyetemünk, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem szervezésében létrejött vállalkozás eredményét, John Lukács professzor urat, aki búcsúleadások címmel két egymásra épülő, egymást követő konferencia előadását fogja megtartani ma itt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, holnap pedig az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a Gólyavári épületében. Üdvözlöm tisztelettel Dezső Tamás dékán urat, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékányát, és Somodi Imre urat, aki a vállalkozás egyik szponzora és főszervezője volt. Azt hiszem, hogy nem azért gyűltünk össze itt ennyien, hogy az én szavaimat hallgassák és hallgassuk. Én nagyon röviden szeretnék csak egy pár mondatot mondani még. Mindenekelőtt nagyon köszönöm Lukács János professzor úrnak, hogy eljött, vállalta ezt a utazást és ezt az két előadást. Köszönöm neki azt is, hogy a könyveink keresztül annyi emberhez tudott eljutni az ő gondolata, hogy ezek után ilyen sok embert tudtunk ide vonzani. Szeretném megköszönni, habár ő nem lehet itt, Mihály Osztovics Leventének, hogy azokat a feladatokat magára vállalta, hogy ezek a könyvek magyarul megjelenhessenek, és sok emberhez eljuthassanak. És köszönöm annak az embernek, aki nagyon közel áll hozzám, aki számomra megnyitotta az utat Lukács János felé, és a kezembe adta azokat a könyveket, amelyek után én úgy éreztem, hogy mindenféleképpen a Katolikus Egyetemen egy alapvető élményé kell tenni Lukács János történelem szemléletét. Professzor úr a 90. évében járva egy olyan üzenetet szeretne átadni a jelenlévőknek, amely a magyar társadalom múltjával foglalkozik, de elsősorban a jövőjére fókuszál. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és én át is adnám professzor úrnak akkor a szót. Megkérlek, vedd át tőlem a pulpitust. Igen, tisztelt hallgatóság, én más nem teszek, mint hozzászólok itt-ott a legújabb kori magyar történelemhez. Igazán hozzászólások ezek a magyar történelemről hozzászólások, mert előadásom tárgya, sőt lényege nem más, mint hozzászólások. Kérem, ne vegyék ezt álszerénységnek. Én soha, vagy legalább majd mostanáig nem hittem, nem gondoltam, elképzelni sem tudtam, hogy Magyarországon olvassanak engem. Hiszen majd 67 éve, hogy elhagytam szülőhazámat, angol nyelven írok, és egy-két kivétellel nem is a magyar történelemről. Arcátlanságnak tartanám, ha most, amikor százával gondolkoznak, kutatnak, írnak magyar történészek magyar tárgyakról, én a halálom árnyékában, messziről visszalátogatva prédikálnék nekik szülőhazám történelméről. Mégis sokat gondolkoztam előadás címéről, és ez a cím az lett volna a magyar múltról hozzászólások. És most a magyar múlt helyett a magyar történelmet választottam. Itt engedtessék meg, hogy előadásom kezdetén mondhassak néhány mondatot a múlt és a történelem másféleségéről,
de ugyanakkor a kettéválasztásuk lehetetlenségéről. Már csak azért is, mert munkásságom és könyveim jó részének ez a tárgya. A múlt és a történelem kapcsolata, illetve az emlékekben lévő múlt és a hivatásos történetírás jelenségei. Gondoljuk arra, hogy először jött a természet, azután az ember, és csak azután a természet tudománya. Így teremtette a Jóisten. Még azoknak is, akik Istenben nem vagy, vagy csak kevésbé hisznek, meg kell érteniük, és el kell fogadniuk ezt a sorrendet. Nos, ez éppen annyira való, igaz a történettudományra, mint a biológiára vagy fizikára. Először jött az ember és a múlt tudata. Aztán a különféle tapasztalatok, emlékezete késztette egyik vagy másik embert valamilyen történetírásra. És csak azután jött az úgynevezett valódi és igazolandó múltnak a tudományba való illesztése, a hivatalos történetírás. Voltak és most is vannak, akik szerint a történelem valójában és teljesen a hivatásos történelem tudomány eredményein kell, hogy nyugodjon. Ma már vannak, akik szerint ez a felfogás és gondolkodás kissé szűk, sőt itt-ott felületes. Én is így hiszem, látom, gondolom. De most többről van szó, mint egy-két történettudományos iskola különbségeiről vagy vitáikról. Mindenki előre él, de csak a múltból tudja, amit tud. Előre élünk, de csak visszafelé tudunk gondolkodni. És ez nem csak történelem vagy társadalomtudósok, hanem mindannyiunk kötöttsége, és az ebből származó, fakadó problémák, félreértések nem csak hivatásos történészek között jelentkeznek, elérték a tömegeket is. Ez a demokrácia, a közvélemény, a népfelség talán legmélyebb problémája. Nyugat és Kelet. Igen kevés szentről tudunk, aki egyben ország alapító is volt. Ez minden magyar szemében Szent István szerepe nagysága. De mélyebbre is kell figyelnünk, és el kell gondolkoznunk legalább két kérdésen. Milyen országot kívánt ő alapítani, és hová tartozon ez az ország? Tudjuk, illetve tudnunk kell, hogy 1000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében kevesen laktak, és az akkori magyarok köztük sem voltak többségben. Igen, valószínűleg kisebbségben voltak. 1000 év során és nagyjában így maradt, és így van sajnos ma is. Gondolhatjuk, hogy itt ott bizonyítékaink is vannak rá, hogy Szent István is így látta. Intette ezért a magyarokat és utódjaikat, hogy bánjanak jó akaratúan a Kárpát-medencében élő vagy odaérkező nem magyar népességekkel, sőt, ha kell, fogadják be őket. 1000 évvel ezelőtt a nacionalizmus a mai formában nem létezett, de persze a gyökerei, a lényeges elemei már megvoltak. Igaz, mint sok más kelet-európai nép történetében, nálunk is akkor inkább törzsi,
mint faji nacionalizmusról lehetne gondolkodni és beszélni. Szent István látta, hogy ez az új ország, illetve új állam, mert ő állam alapító volt, ebbe az országot és népeit beleértve, nem pedig fordítva, nem volt és nem lehet fajában, nyelvében teljesen egységes és homogén. Ezt István utódainak, az ország uralkodóinak is tudniuk kellett. De ez aztán nem csak rajtuk múlott, hanem a Kárpát-medencében élő más nemzetiségekben is. Ő mindezen ezer év után mi többé változtatni nem tudunk. István második, sorrendben a második, de az én szememben a legelső. Mindmáig érvényes és óriási jelentőségű döntési a választása volt, hogy az országa, állama, népe a nyugathoz, ne a kelethez tartozzon. Már jóval az ezredik év előtt két kereszténység létezett Európában. Az Európa szóhoz és fogalomhoz én még visszatérek. A keleti és a nyugati, a görög keresztény és a római keresztény, a bizánci birodalmi és a római nemzetek fölötti. Kedves Máté, le kell ülnöm, ugye, hogy tudik. Sajnos a 90-es évek küszöbén gyengeségeim is léteznek. Tartom neked. Köszönöm. Tehát azt mondom újból, hogy István második, én is tudom tartani, és sorrendben a második, de az én szememben a legelső, mindmáig érvényes, óriási jelentőségű döntése, választása volt, hogy országa, állama, népe a nyugathoz, ne a kelethez tartozzon. Már a jóval, most ismét az ezredik év előtt két kereszténység létezett Európában, az Európa szóhoz még visszatérek, a keleti és a nyugati, a görög keresztény és a római keresztény, a bizánci birodalmi és a római nemzetek fölötti. A bizánci birodalom hatalmas volt. Majd kétharmadnyi területen keletről, délkeletről közel volt a Kárpátokhoz. Szorgalmazta és kívánta, hogy a magyar ország, állam, egyház hozzácsatlakozzon, tartozzon. Volt ennek oka, rációja, előnyei is lettek volna. De Szent István a nyugatot választotta. Onnan hozatta Szent Gellértet, nyugatról választotta feleségét, Gizellát. Nagy döntés volt ez. Jelentése, lényege a mai napig fennáll. Ha a magyarok országa, vallása és egyháza a görög-keleti egyházhoz csatlakozott volna, akkor a magyar szellem lényege ezer éven át hasonlított volna, és a mai napig hasonlítana a balkáni, bolgár, román, szerb, stb. Lényeghez. Szent István nem ezt akarta. 10 évszázad után hajtsuk meg fejünket előtte. De több van ebben a kérdésben, mint egyház, Bizánc vagy Róma. A mai napig hasadás van a magyar lelkekben. Nyugati vagy keleti nép vagyunk. Az egyik vagy a másik? Vagy híd a nyugat és a kelet között? Most is hallják a magyarok, hogy ne várjunk semmit, ne várjunk sokat.
vagy semmit sem a nyugattól, vagy Európától, hiszen az utóbbi valójában nem is igen létezik. De most figyeljünk, az István korában Európa egyáltalán nem létezett. Az Európa fogalma 16., 17., itt-ott a 15. századé. És a nyugat István idejében istentelenül rosszabban, mint manapság, töredékekből állt. Milyen nyugat? Melyik nyugat? István századában alig pár évtizeddel a halála után a német császár és a római pápa harcban álltak. Az előbbi számüzetésbe kergette az utóbbit, még végül úgy döntött, hogy bocsánatot kért tőle. 1001 esztendő után mi magyarok a nyugathoz vagy a kelethez tartozunk? Miket bennünket a nyugat néha felszabadított, de gyakran cserben hagyott, inspirált, de nem segített, és mégis hadd jelentsem ki, a kelethez nem, sohasem. Persze, hogy a magyar nép eredeti keleti, keletről jött ide, az angol nép eredete is szász, kelt a dán. A német is nagy részben szláv, de mégis. 1000 év során a magyar szellem nyugati, nem keleti. Kuruc és labanc, ez a két jelző nem ősi. A 17. század végén jelennek meg a Rákóczi kor és polgárháború során. Könnyű ezeket a jelzőket félreérteni, hibásan alkalmazni. Kossuth nem volt kuruc, Széchenyi aztán minden, csak nem labanc. De nagy kérdés talán főleg a 20. században, melyik nyugathoz és hogyan? Nyugat vagy kelet? Sok nagy és mély magyar szellem nem ezzel vívódott. Magyar egyedüllétet éreztek, magyar függetlenséget kívántak. Két pogány közt ez nem mindig és nem csak török vagy osztrák uralomra vonatkozott. Magyar írók és gondolkodók, tipikusan magyarok, mint például Móricz Zsigmond vagy Krúdy Gyula, kozmopoliták nem voltak, de keletiek sem, oda tartozni nem kívántak. És milyen nyugat? Melyik nyugat? Itt a német probléma. 1849-ben orosz hadsereg kellett az osztráknak, hogy leverjen egy rebellis Magyarországot. A 20. században Magyarország egyedül létének, függetlenségének a legnagyobb veszélye a nagy német hitleri hatalom és birodalom lett, amelynek világnézetét sajnos sok magyar elismerte, sőt utánozta is, amikor lehetett. A hitleri Németország akkor a keleti orosz óriás ellen is harcolt. De még inkább, és azt megelőzően, a polgári, valódi, nemzetközi nyugat ellen. És a magyar szellem részéről nem a német, hanem az utóbbi jelentette a nyugatot, odaértve és odasorolva az észak-európaiakat is, köztük a mi távoli rokonainkat, a finneket, akik háromszor is harcoltak a kelet ellen, de voltak bölcs államférfiújak, akik tudták, hogy a keleti óriással valahogy meg kell egyezniük, de azért és annak tudatában, hogy az ő országuk és népük ne a kelethez, hanem a nyugathoz tartozhasson. A nyugat számunkra Európa. Akkor is az volt, amikor a Rajnán túli országok keveset vagy semmit sem tettek a mi érdekünkben. Mint Anglia is, amely 1939-ben, 1000 éves történelme során először
Szövetséget kötött egy kelet-európai országgal, a lengyelekkel, amikor azok Hitler következő áldozatai voltak. Aztán sem 1939-ben, sem 1945-ben Anglia-Lengyelország függetlenségét, fennállását gyakorlatilag megvédeni nem tudta. De mégis, 6 évig angolok és lengyelek egymás mellett harcoltak. Volt lengyel, aki az orosszal való megbékélést támogatta. De minden lengyel tudta, mindmáig tudta, hogy az ő országok, vallásuk, hitük, népük Európához tartozik. Mint nekünk is, a nyugat, ami keresztjünk, mint Krisztus keresztje egyszerre tragédia és remény. Letenni nem tudjuk. Végig kísér ez a dilemma a 20. században is. Hadd illusztráljam ezt egy aprócska esettel. A nyugat folyóirat a kiegyezés korának egyik utolsó terméke, a nyugat alatt nem Bécset, a németességet szorgalmazta, hanem a távolabb eső nyugatot, a francia irodalmat és művészetet. 1919 után a nyugattal szembeni csalódás egyik következménye egy új magyar folyóirat lett Napkelet címmel. De ez a cím is természetellenes volt. Nyugat ellenes, de nem keletpárti. Többek között Szegfi Gyula is szerzője volt. Így jutok el mai beszédem második részéhez, az úgynevezett kiegyezéses Magyarország korának újragondolásához. Most a kiegyezés koráról. Ami 1867 és 1918 között történt, az úgynevezett kiegyezés korát a magyar közvélemény, sőt a történelem és szellemtudomány immár majd 100 esztendő után meg nem emésztette. Csupán ezt illusztrálandó legyen itt két idézet. Az egyik a magyar népi gondolkodó és író Féja Gézáé, még az 1930-as évekből, ő a magyarság egyik legkártékonyabb korszakának minősítette a kiegyezés és a magyar liberalizmus korszakát. A másik a nagy műveltségű, szabadelvű, de ugyanakkor mélyen konzervatív Hegedűs Lóránt mondata írta szintén az 1930-as években a kiegyezés koráról, idézem, mennyi meddőkőzet egy kis nemzet páratlanul szerencsés korszakában. Ritka az érc és töménytelen a használhatatlan törmelék. Kiegyezés tőlem egy kis név nemzet páratlanul szerencsés korszakában. Én Hegedűs szavaihoz tartozom, de fontosabb ennél, hogy több mint 100 esztendő és a történelmünk katasztrófája után kötelességemnek tartom, hogy néhány sorral vagy mondattal kimondjam, milyen hibásnak tartom a ma is elterjedt nézetet, miszerint a kiegyezés korának gyarlóságai nagyobbak voltak, mint az ország felemelkedése akkor. Sem idő, sem alkalom, se tér nincs arra, hogy a kiegyezés korának az 1867-1918 közötti évtizedeknek a tartalmát, vívmányait és hibáit itt összegezzem. Hatalmas anyag ez, tele rengeteg forrással, irattal, könyvvel. De lényegének nagyjából helyes ismerete mégis ma is
majd 150 évvel később is döntő a magyarság és a magyar szellem öntudata, valóságérzete szempontjából. Hogy Magyarországban akkor példátlan és Európában majdnem egyedülálló gazdasági fejlődés történt, nem vitatható. Ez nem csak városi jelenség volt, és nem csupán egy újfajta polgári osztályon belül történt. Fejlődött a gazdaság, nőtt a nemzeti össztermék, főleg a mezőgazdasági kivitel, Budapest 3 évtized alatt világváros lett, számszerűleg és építészetileg is, és a többi, és a többi. De itt volt és nagyjában megmaradt a szegényebb parasztság nagyszáma és alávetettsége egy félfeudális társadalmi rendszerben, aminek egyik következménye volt a főleg Észak-Amerikába irányuló kivándorlás. Bár ennek a néve, a mérete nem volt nagyobb, mint más akkori szegény kelet-európai tömegek kivándorlásának, sőt még arányilag kisebb is, mint az Olaszországból kivándoroltaké. De a kiegyezés korának legfontosabb, leglényegesebb eredménye, ami akkor a maga magyar kultúrával, iskolázottsággal, szellemmel történt. A magyar oktatás mennyiségi és minőségi fejlődése 1870 és 1910 között elemi iskoláktól gimnáziumig és egyetemileg egyedülálló. 1870 és 1900 között ezt az akkori magyar ellenes osztrák professzorok és kénytelenül elismerték. A magyar diplomások minősége elérte a bécsiekét. És ami a magyar irodalomban és a művészetben történt, az egész kiegyezés korában felemelő és maradandó volt. Vajda János, Revicki Gyula, Szabolcska Mihály, Gyulai Pál, Bőti Zsolt, Jussz Zsigmond, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Mednyánszki és Pál, sőt Kosztolányi és Babics is, Kodály és Bartók is, akik 1918 előtt nevelkedtek és már akkor is alkottak. Két mondat a magyar irodalom történet legnagyobb mesterétől, Szerb Antaltól. A magyarság új szintézisre jutott Európában, és az eszmék kitárult dévényen át új ideológia jött közénk, egy új szélesebb humanitás, az ember méltóság új formája. A háborút közvetlenül megelőző esztendők a magyarság legnagyobb kulturális magasságát jelentik. Még az olyan magyarok is, akik kárhoztatták az osztrák-magyar rendszert, Ady például, ők is tudták, hogy megmaradt keleti vércsepjeink dacára mi a nyugathoz tartozunk. Már ezért is hibás, és szerintem káros és bűnös a kiegyezés korszakának magyarok által ma is létező elmarasztalása, sőt elvetése. De hát aranykor nem létezett soha, egyetlen nemzet történelmében sem. Szerencsés kor talán minden használhatatlan törmelékeivel együtt, mint Hegedűs Lórán mondta. De a barokk csirái már ott voltak. Már az 1918-19 évi katasztrófákat megelőzően. Ezek valamilyen összefoglalásával egy immár távoli évszázad után követ második előadásom, holnapi előadásom során próbálok majd vivódni. De mindezt megelőzően és most kötelességszerűen az 1918 előtti
kérdésekre visszatérve, itt kell néhány mondatban összegezzem a kiegyezés problémájának, problematikájának már akkor meglévő és a mai napig visszatérő magyar politikai és világnézeti tényezőit. Ezek között legfontosabb, hogy milyen kevés magyar, beleértve a politikusokat, foglalkozott eléggé a kisebbségekkel az akkori Magyarországon belül. Hogy a más nemzetiségű és más nyelvű népességgel hogy vagy hogy nem kell bánni, ezt hogy vagy hogy nem bántak, ezt tudjuk vagy tudnunk kell. Egyután hozzáteszem, hogy még ha a magyar politika, közgazdaság, közigazgatás és néphangulat megértően és szabadelvűen kezelte volna a nagy Magyarországon belül élő tótokat, oláokat, szerbeket, horvátokat, akkor sem hihető, hogy az ő Magyarországról való elválásuk nem történt volna meg 1918-ban. Ami persze a magyarokat illeti, ebből fakadt a nemzeti önrendelkezésnek, illetve függetlenségének egy tragikus eredménye a Trianon. Elválaszthatatlan erről, már amit még a kiegyezés korából mondanom kell, a monarchiához való viszonyunk. Kevesen voltak, akik látták, hogy az akkori Magyarország megmaradása a kettős monarchia megmaradásától független nem lehetett. E kevesek közé tartott Tisza István, aki 1914. júliusában a bécsi koronatanácsban egyedül ellenezte egy Szerbia ellenes háború választását, tudván, hogy egy ilyen esetleges és akkor valószínűleg sikeres háború is csak növelné a monarchián és Magyarországon belüli nemzetiségek ellenségeskedését. Ezért ne mondhassa senki, hogy Tisza labanc volt, míg Károlyi és társai kurucok. Ez abszurdon. Az utóbbiak hiába kiabálták a háború vége felé, hogy ők antant barátok, és milyen értelmetlen eredménnyel. Ferenc József idősebb korában magyar barát lett. Esetleges utódja, Ferenc Ferdinánd pedig magyar ellenes. Ezek már történelmi lábjegyzetek, fontosságuk nem maradt. A lényeg az volt, hogy Nagy Magyarország léte a kettős monarchiától függött. És amikor a nyugati nagyhatalmak a háború vége felé beleegyeztek az osztrák-magyar monarchia felbomlásába, ezzel Nagy Magyarország fölött is meghúzták a lélekharangot. Ide tartozik még egy a mai napig is lélekszorító körülmény. Ez a magyar politikai viselkedés és beszédmód sajnálatosan alacsony minősége. 150 esztendővel előttünk a magyarok megépítették Kelet- és Közép-Európa legnagyobb és legdíszesebb országházát. 20-30 év után, ez egybe is vág Szegfű Gyula három nemzedékével, ami az országházon akkor belül történt, nem felelt meg sajnos az épület nagyszerűségének. Politikai és személyes gyűlölet, demagógia, ordítozás, mások megértésének hiánya szennyezte be az országgyűlés hatalmas terveit.
mint Gyulai Pál egy töredékében írta. A szolgaság 20 év múlva ismét szabaddá lett hazád, és ím emléked már nem kímélik, mindenre jó eszköznek vélik, és hogy szenved, mit nem szenvedél, kizsákmányol pár szenvedély. A viták és szólamok minősége gyarló, sőt káros volt. Aztán a szabad elvűség hanyatlása, és mindenhez, mind ehhez hozzátartozott. De erről második előadásom során kísérelek majd egyet más mondani. Nagyon szépen köszönöm a magam nevében professzor úrnak is az előadást, és úgy hallom a közönség részéről is megvolt ez az elégedettség, és köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy kifejezték a tetszésüket. A továbbiakban ugye egyfelől elhangzott professzor úrtól is az, hogy az előadások egymásra épülnek, tehát aki csak teheti, a következő alkalommal holnap, a Trefort kertben, a Gólyavárban jön el ugyanígy 5 órakor a második felvonásra. A másik ehhez kapcsolódó, az előadásokhoz kapcsolódó mondani valóm az az, hogy professzor úrral arról beszéltünk korábban, hogy szívesen válaszol különböző kérdésekre, természetesen azoknak, akiknek dolguk van, vagy akik úgy gondolják, hogy nem akarnának különböző kérdésekben sem nézők, szemlélődők, sem pedig aktív résztvevők lenni, ők nyugodtan elvonulhatnak. Mi le fogunk vonulni az alattunk lévő terembe, és professzor ott fogja fogadni azokat, akik kérdésekkel fordultak hozzá, akár korábban már felénk jelezett írásos kérdésekben, akár most spontán az előadáshoz kapcsolódó kérdéseikben. Köszönöm szépen minden jelenlévőnek, hogy itt voltak. Köszönöm illusztris vendégeinknek is a megtisztelő jelenlétet, és professzornak is köszönöm azokat a gondolatgazdag szavakat, amelyekkel megpróbálta finom utalásokkal és áthallásokkal a mai elsősorban kívánságának megfelelően a fiatalabb generáció képviselőjét arra ráébreszteni, hogy a múlt ismerete nem pusztán egy tudás, hanem egy óriási felelősség, amely felelősség elől semmelyikünk nem zárkózhat el. Köszönöm szépen még egyszer professzor úrnak, és köszönöm szépen akkor ezzel én ezt a mostani előadást lezárom, és mindenkit, akit a továbbiakban a kérdések érdekelnek, kérem, hogy fáradjon le az egyemelettel lejjebb lévő, ezen a részen lévő terembe. Üdvözlöm azokat is, akik a másik teremben vannak, akik nem itt ebben a mostaniban, hanem a szintén alattunk lévő teremben kivetítőn keresztül szemlélték az eseményeket. Ugyanúgy arra kérem, hogy akik kérdésekkel fordulnak professzorhoz, azok jöjjenek oda. Azt is jelzem, hogy a professzor úr, hogyha esetleg hoztak magukkal könyvet, szívesen vállal dedikálást is. Sőt, a földszinten egyébként, akinek esetleg erre van késztetése, meg is vásárolhatja a professzor könyvét, de ez nem az én tisztem, hogy elmondjam önöknek, csak tájékoztattam önöket erről, hogy az Európa Kiadó fölvonult a földszinten, és amennyiben most még gyorsan akarnak dedikáltatni egyet, akkor van erre lehetőségük. Jó.
Köszönöm szépen, tehát még egyszer